A harmadik és negyedik évfolyamról 11-en jutottak a szavaló verseny döntőjébe, mely minden évben fontos eleme a horvát nyelvnapjai elnevezésű rendezvénysorozatnak a Miroslav Kleža oktatási központban. Én szerintem egy jó verset kaptam, amit könnyen el tudtam szavalni, kicsit túl izgultam, lehet elsiettem, de én élveztem a szavalást. Hogy volt egy, hogy gondolta egy kifsi, hogy ő felfedező lesz, és akkor elmesélt, hogy mit akar. Én szeretem a versemet, ez az első vers, amit szeretek. Egy bajkeverőről, akivel minden bal szerencse történik. Arról szól a versem, hogy mi lenne, hogy mit csinálnak, hogyha én lennék a tanárnő. Hogy minden sokkal jobb lenne akkor. Tavaly is tovább jutottam. Hát ha tovább jutok, akkor anyukámnak okozok örömet, meg magamnak is, hanem akkor meg leszek azzal is elégedve, hogy ide legalább eljutottam. Sokat készültem, és felőlem egy nagyon szép verssel nekem, hogy milyen szép a haza, meg olyasmiről. Arról szólt, hogy volt egy színes világ, és abban mindenféle színűek voltak, az állatok meg a fű. A fák, tehát mondjuk, hogy egy bagoly, egy színes bagoly fent volt a fán. Eddig megnyertem mind a kettőt, most remélem ezt is megfogom. A zsűri az előadásmódot, a szövegtudást és a hangsúlyozást figyelte leginkább. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy én elsősorban most vagyok először ilyen pozícióban, és nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy meghívtak. A gyerekek aranyosak voltak, nagyon szépen megtanulták a verseket, megtanultak hangsúlyozni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék a versben lévő lényeget, ki tudják hangsúlyozni, elő tudják adni, és leküzdjék a félelmüket, meg az izgalmukat. És szerintem minden gyerek nagyon jó volt, nehéz dolgunk volt, nehéz volt eldönteni a sorrendet. Hát most így döntöttünk, reméljük, hogy jövőre még jobbak lesznek. A horvát nyelv napjait március 11-e és 17-e között tartják Magyarországon és Horvátországban egyaránt annak emlékére, hogy 1967-ben ezekben a napokban több részletben és több kiadványban jelent meg egy a horvát irodalmi nyelv státuszáról és elnevezéséről szóló kiáltvány. A Pécsi Horvát Nemzetiségi Iskolában az intézmény névadója a magyarul tudó horvát klasszikus Miroslav Kleža örökségét folytatva különösen nagy hangsúlyt fektetnek mindkét nyelv magas szintű oktatására. Természetesen mi próbáljuk az anyaországi hagyományokat tovább ápolni itt az intézmény falai között is. Általában ez egy egész hetes program szokott lenni, és most az idei alkalommal is úgy sikerült megoldanunk, hogy 4 napra való programot terveztünk. Ezek között természetesen szerepelnek kulturális, aztán irodalmi tartalmú műsorok is, például az iskolai szavaló verseny, ami minden évben egy nagyon fontos szeglete, úgymond a sorozatnak, mivel az itt díjazott gyerekek mindenképpen Budapestre felkerülnek az országos szavaló versenyre. Mindig van egy kulturális megnyitó, ahol minden évben újra és újra elmondjuk a gyerekeknek, hogy miért fontos ez az ünnepség. Aztán minden évben kiválasztunk egy olyan mikroetnikai csoportot a horvátok közül, a horvátok lakta települések közül, akiket részletesebben bemutatunk. Így került idén sor a bunyavácokra, akikről szintén készült egy történelmi bemutatás, illetve egy kulturális műsor is. Aztán, ha van rá lehetőségünk, és idén szerencsére volt rá lehetőségünk, akkor meg szoktunk hívni horvátországi vendégeket is. Idén egy költönőt sikerült meg vendégül látnunk, aki két csoportban is tartott műhelymunkát az alsós osztályokkal, illetve a felsős osztályokkal is, ahol bemutatta a saját gyermekkönyveit. Leginkább az a probléma a családokban, hogy nagyon sok a vegyes házasság, és mint ilyen, akkor először is a nyelv az, ami elvész, és a nyelvvel együtt elvésznek a hagyományok is. De szerencsére a mi diákjaink közül is vannak még olyanok szép számban, akik tiszta horvát családból származnak, ahol anyai-apai ágról örökölték nagyszülők által is ezeket a hagyományokat, és ők azok, akik tényleg autentikusan még meg is tartják.